A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szexári csoportjának elnöke Tóth István Zsolt elmondta, a madarak etetése nem létszükséglet számukra, hiszen találnak maguknak megfelelő táplálékot. Viszont, ha már elkezdtük a megfelelő élelmet biztosítani számukra, ne hagyjuk abba, mert az a madarak pusztulásához vezethet. Amit mindig is kihangsúlyozunk, hogy csak olyan élelemmel etessék, ami nem sós, nem, tehát nem pedig avas például, vagy romlott étellel, tehát már megromlott szalonnával, vagy ilyesmivel, hanem mindenképpen tiszta maggal, kölessel, napraforgóval. Ezeket kell kiszórni, hogyha diót törünk, és abba voltak olyanok, amik nem megfelelőek, vagy mogyoró, ezeket összetörjük, apróra vágjuk, és ezeket is kitehetjük nekik, de lehet kölest is a kisebb madaraknak venni, vásárolni a boltokban, és ezt kitenni, vagy pedig lehet kapni ugyebár ilyen fagyúba összeállított madár kalácsot a boltokban. Az ideális etetési intervallum október végétől április közepéig, végéig tart. Nyilvánvaló, hogy megtalálja a táplálékát a természetben is, de az, hogy most egy helyen etetünk, akkor bizonyos szempontból könnyebbé tesszük az életüket, de sok olyan madár van ugyanabban a fajon belül, tehát színegék, amik nem jönnek be lakott területekre, kinn is megtalálják, csak itt, hogy egyszer már elkezdjük etetni, akkor nyilvánvaló oda rájárnak, mert hát akármelyik állat, hogyha megtalálja, honnan szerezi, mindig onnan legkönnyebben tudja beszerezni élelmét, tehát az épp úgy egy madár esetében, mint akár egy róka esetében bejár a háza közé, és vagy a kukára rájár a medve Erdélyben. Szóval ezek mindig olyan dolgok, amik az állat megtalálja azt, hogy honnan tud könnyen remékszeni, és akkor oda megy, úgy eteti. A szakember hozzátette, az itatásukra nem kell nagy gondot fordítani, hiszen a téli csapadék mennyiség elegendő számukra. Vannak, amik azt mondják, hogy itatót is tegyünk ki nekik, hogy ihassanak. Én annyira azt nem látom szükségesnek. Nyilvánvaló most a csapadékos időjárásban mindig is van, a kis hóból is csipegethetnek, nem kell ott langyos vízzel úgymond kedveskedni nekik, annyira nem, mert azt mindenkor befagy, akkor azt, mit tudom én, néhány óránként vagy est. Mindig általában úgy van, hogy van egy olyan szezonális jelleg, reggel jönnek, és utána napközben csak úgy ugrálnak, és akkor este megint lefekvés előtt, hogy így mondjam, akkor milyen nyugóval térnek, akkor szoktak megint jönni. Tehát ebbe a két időszakba kellene azt a kis vizet kitenni, ami nem fagy be ilyen hideg időben. Az etetőket olyan helyre helyezzük el, ahol nyugodtan és könnyen megközelíthetően tudják használni. Fontos, hogy ezek közelében legyen bokor vagy cserje, ami biztonságot nyújt a búvóhely részükre. Az egész családnak sok örömet tud szerezni a madarak etetése, a gyerekeket, időseket órára lefoglalja, vagy akár a természetfotósokat is.